Halaszlatlan voltát az a jogos elvárás is indokolja, hogy a mai átalakuló világunkban a kultúra és főként a különféle művészetek kiemelkedő teljesítményű képviselői aktív szerepvállalásukkal stratégiai partnerként járuljanak hozzá a kulturális érdekek hatékony érvényesítéséhez. Az új köztestületnek jelentős véleményformáló erővé kell tehát válnia, mely amellett, hogy figyelemmel kíséri a magyar művészeti élet meghatározó folyamatait, és ezek probléma feltáró kifejtéséhez fórumot teremt, vitákat is generálva, álláspontját, javaslatait rendszeresen a kormányzat, illetve a széles nyilvánosság elé tárja. A művészeti élet szabadsága és nyitottsága megköveteli, hogy az akadémia ne léphessen föl egyfajta korlátozó tényezőként, ne talán művészi kérdésekben felülbírálhatatlan autoritásként, vagyis működése során elvárható az igény, hogy egyrészt közös akaratból bizonyos szervezetekkel együttműködjön, de más művészeti intézmények szervezeti, illetve az egyes művészek autonómiája minden körülmények között érintetlen maradjon. A javaslat ennek az alapvető követelménynek megfelelően határozza meg a Magyar Művészeti Akadémia feladatait, és rendezi a demokratikus önkormányzatiság elvének feltétlen érvényesülése mellett annak szervezeti felépítését. A Magyar Művészeti Akadémia jövőben olyan közfeladatokat láthat el, amelyek biztosítják a magyar és egyetemes kultúra értékeinek határozott megjelenítését, erősítik a magyar művészeti élet hagyományainak tiszteletét, lendületet és ösztönzést adnak az új, értékes alkotások megszületéséhez és bemutatásához, javítják a művészeti alkotások létrejöttéhez szükséges feltételrendszert. Megkérdezhetik, vajon milyen előnnyel jár, ha azok az állam által ellátandó feladatok, amelyek a művészettel, különösen az irodalommal, a zenével, a képző és iparművészettel, valamint az építészettel, a fotó, a film, az előadó és népművészettel vannak összefüggésben, köztestületi formában kerülnek ellátásra. Mivel a köztestület az igazgatás önkormányzati formájaként lehetőséget teremt arra, hogy az igazgatottak nem csak tárgyaivá, hanem alanyaivá is váljanak az igazgatásnak, és így önmaguk igazgassák ügyeiket, biztos vagyok abban, hogy a javaslat a művészek számára is megteremti azt a kivételes esélyt, hogy szerepük megkerülhetetlenné és jelentőségük megkérdőjelezhetetlenné váljon. Jó példa a köztestületi státusz fontosságának alátámasztására a Magyar Tudományos Akadémiai keretei között 1992-ben megalakult Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, amely nem köztestület, és ezért jelentőségében sem azonos súlyú a javaslatban meghatározott szervezethez képest. A Magyar Művészeti Akadémia éppen köztestületi státusza a javaslatban meghatározott közfeladatai és ezekhez kapcsolódóan a jogalkotó és a végrehajtó hatalom mellett játszott hangsúlyos szerepe okán válhat a kulturális önigazgatás meghatározó jelentőségű szereplőjévé és a kulturális igazgatás partnerévé. Fontos akkor ugyanakkor utalnom az együttműködés fontosságára is, amelyre a javaslat kifejezetten utal. A Magyar Művészeti Akadémia a közös érdekek mentén nyitott a Magyar Tudományos Akadémiával, illetve annak szervezetével való együttműködésre. A javaslat a Magyar Művészeti Akadémia jogállásának és legfontosabb közfeladatainak meghatározásán túlmenően vázolja a szervezet belső felépítését, amennyiben a köztestület rendes tagjai rendes, levelező, pártoló vagy tiszteletbeli tagok lehetnek, valamint a társult szervezet fogalmának bevezetésével kitér az együttműködést fent említett lehetséges kiemelt formájára is. Fontosnak tartom annak kiemelését, hogy a javaslat szakmai előkészítése során több ízben felmerült a tagsági, különösen a rendes tagokkal szemben támasztott feltételek minél pontosabb törvényi szintű meghatározásának igénye, tekintettel arra, hogy a javaslat a rendes, illetve levelező tagsági minőséghez általános feltételként a kimagasló szellemi vagy alkotói teljesítmény meglétét írja elő. Annak ellenére, hogy a művészeti ágak sokrétűsége és különbözősége
nem teszi lehetővé a valamennyi akadémiai tagságra érdemes, művészeti ágban alkalmazható, általánosan érvényes, de mégis kellően differenciált feltételrendszer kialakítását, a javaslat törekszik az objektivitás érvényesítésére az alábbi keretek között. Először a rendes és levelező tagsággal szemben támasztott általános tagsági feltételek tekintetében objektív szempontot is tartalmaz, ilyen a valamely szakmai elismerésben való részesülés, és a tagozatokra vonatkozó rendelkezéseknél a különböző művészeti ágak sajátosságaira helyezve a hangsúlyt előírja további minőségi kritériumok alapszabályban való rögzítésének kötelezettségét, másodszorban tartalmazza a tagválasztás alapvető eljárásrendjét, amely a több négy rendes tag általi ajánlás intézménye okán garanciát jelent a tagsággal szemben támasztott minőségi követelmények érvényesíthetőségére, és harmadsorban az alakuló közgyűlésen résztvevők, az úgynevezett alapító tagok vonatkozásában is előírja a rendes tagsággal szemben támasztott általános tagsági feltételek teljesítésének szükségességét, és a minősítést külön bizottság feladatául telepíti. Az előzőekre figyelemmel hangsúlyoznám, hogy a javaslat előkészítése során fontos szempont volt, hogy a javaslat egésze, így a tagságra vonatkozó rendelkezések is, a köztestület nyitottságára helyezve a hangsúlyt, a művészet egyetlen ágának képviselőit se helyezzék előtérbe a művésztársadalmon belül. A javaslat értelmében a majdani rendes vagy levelező tag felvételét akkor kezdeményezheti, ha teljesíti a tagfelvételhez szükséges követelményeket, és rendelkezik legalább négy akadémiai rendes tag ajánlásával. Az ajánlás alapján a jelölt tevékenysége szerint, vagy ennek hiányában egy kijelölt tagozatban a felvételről részletes vitát kell lefolytatni, majd ezt követően a tagozat, a vita, a szavazás eredményhez képest regisztrálhatja a tagjelöltet, és tehet javaslatot a felvételre a közgyűlésnek, amely döntésre jogosult. A javaslat természetesen felsorolja a köztestület különféle döntési fórumait is, a legfőbb döntéshozó a közgyűlés, de a kellő operativitás érdekében a javaslat két közgyűlés között döntésre jogosultként az elnökséget jelöli meg, melynek tagjai az elnök, a két alelnök, a főtitkár, a közgyűlés által 3 évre választott 4 rendes tag, illetve a közgyűlés vonatkozó döntése esetén a tiszteletbeli elnök. A javaslat művészeti ágonként vagy különböző művészeti ágak csoportjaként megteremti a különféle tagozatok létrehozásának lehetőségét, amely a köztestületi munka alapegysége és a tagok kiválasztási folyamatában is meghatározó. A javaslat rendelkezik továbbá a tisztségviselők, az elnökség tagjai és a tagozat vezetők tevékenységének alapvető szabályairól, valamint következetesen rendezi a Magyar Művészeti Akadémia vagyonára és gazdálkodására vonatkozó, hasonló köztestületek esetén is érvényesülő szabályokat. Annak érdekében, hogy a köztestület létrehozásával és majdani működésével kapcsolatos valamennyi fentebb megfogalmazott elvárásunk valóságá váljon, kiemelt fontossága van annak, hogy a köztestület tagságára vonatkozó minőségi követelményeket az úgynevezett alapító tagság is teljesítse. Ezért a javaslat az alapító tagok minősítését és regisztrációját végző szervezőbizottság felállításáról rendelkezik, melynek tagjait a miniszterelnök, az Országgyűlés Kulturális Ügyekért Felelős Bizottsága, az Országgyűlés elnöke és a köztársasági elnök kéri fel. A javaslat az alakuló közgyűlésen résztvevők körét, az alapító tagságot egy meglevő és a tervezett köztestülethez tevékenységében hasonló, kellően reprezentatív társadalmi szervezetre építi, és biztosítja, hogy abban az esetben is, ha a javaslatban nevesített társadalmi szervezet tagjai az akadémiai rendes tagságra vonatkozó feltételrendszert teljesítve és a regisztráción átesve kivétel nélkül alapító taggá válnának, ez ebben esetben 165 fő,
A megalakulást követően a köztestület nagyobb létszámban élhessen a tagválasztás lehetőségével. Ezért 200 főben maximált taglétszám teljes feltöltéséhez a javaslat határidőt rendel. Ilyen módon az segíti elő, hogy a köztestületet a majdani tényleges működés során ne kizárólagosan a bázisát jelentő társadalmi szervezet határozza meg. Fontos megemlíteni, hogy a köztestület polgári törvénykönyv alapján biztosított önállósága, önkormányzatisága okán a javaslat kizárólag a legalapvetőbb és garanciális jellegű, fentebb vázlatosan ismertetett keretjellegű szabályozás megfogalmazására korlátozódhat. Valamennyi további részszabályt a tagság önkormányzati jogai alapján az akadémia alapszabályában kell majd rögzíteni. Az akadémia tevékenysége deklaráltan a közérdeket, a közjót szolgálja, eként az állam feladata, hogy mindenkor anyagilag is támogassa tevékenységét. Ezért az akadémia a központi költségvetésben önálló fejezetet alkot. A javaslat elfogadása esetére a jogalkotónak a 2012-es költségvetésben terveznie kell az akadémia költségvetését. 2011-ben a Magyar Művészeti Akadémia megalakulásához szükséges anyagi fedezet, a Magyar Művészeti Akadémia bázisát jelentő társadalmi szervezet egyszeri, a köztestület felállításának előkészítését célzó 100 millió forint összegű támogatás útján rendelkezésre áll. A javaslat elfogadása esetén a költségvetési tervezés során kiemelt szempont kell, hogy legyen a Magyar Művészeti Akadémiára bízott közfeladatok tükrében a központi költségvetésben jelenleg szereplő hasonló célú kulturális művészeti előirányzatok felülvizsgálata a párhuzamos finanszírozás elkerülése érdekében. Gondolataimat zárva arra kérem önöket, hogy érezzék át a törvény megszületésének korszakos jelentőségét, legyenek tudatában annak, hogy döntésükkel óriási lehetőségrendszert biztosíthatnak a művészet magas szintű képviseletének. Ugyanakkor az akadémiai eszme több évszázados története azt is bizonyítja mindannyiunk számára, hogy a mostani intézkedés mérhető hatásának megítélésére és értékelésére csak hosszabb távon kerülhet sor. Köszönöm a figyelmüket. Megköszönöm miniszter úr expozéját. Most a kulturális és sajtóbizottsági álláspont és az ott megfogalmazódott kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor 5-5 perces időkeretben. Megadom a szót Gulyás Dénesnek, a bizottság előadójának. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt országgyűlés! Az országgyűlés Magyarország alaptörvényében szabadság és felelősség 10. cikk deklarálta a művészeti alkotás és a Magyar Művészeti Akadémia művészeti szabadságát. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény megalkotásával a Magyar Tudományos Akadémiához hasonló szerepkörű és súlyú köztestület alakul, amely az önkormányzás elvén működő jogi személyként országos közfeladatot lát el. A Magyar Művészeti Akadémia az európai társintézményekhez hasonlóan a művészeti élet kimagasló személyességeinek összefogását, közös cselekvését kívánja elősegíteni. Feladatok, amelyek biztosítják a magyar és egyetemes kultúra értékeinek határozott megjelenítését, erősítik a magyar művészeti élet hagyományainak tiszteletét és lendületet adnak az új, értékes alkotások megszületéséhez és bemutatásához. Ezek az állam által ellátandó azon feladatok, amelyek a művészettel, különösen az irodalommal, a zenével, a képző és iparművészettel, az építészettel, a fotó, a film, az előadó és a népművészettel, továbbá a művészetek elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és nemzetközi bemutatásával, közkincsétételével és a magyar művészek képviseletével összefüggésben a köztestületi formában kiemelt hangsúlyt kapnak. Az új köztestület jelentős véleményformáló erővé válhat, mivel amellett, hogy figyelemmel kíséri a magyar művészeti élet meghatározó folyamatait és ezek problémafeltáró kifejtéséhez fórumot teremt, álláspontját, javaslatait, véleményét rendszeresen a kormányzat, illetve a széles nyilvánosság elé tárja. A törvényjavaslat meghatározza az akadémia jogállását és legfontosabb feladatait, közfeladatait,
a szervezet belső felépítését, tagság, rendes tag, levelező tag, pártoló tag, tiszteletbeli tag, az együttműködés kiemelt formája, társult szervezet. A törvényjavaslat felsorolja a különféle döntési fórumokat, a legfőbb döntéshozó, a közgyűlés, valamint a két közgyűlés között döntésre jogosultként az elnökséget jelöli meg, amelynek tagjai az elnök, a két alelnök, a főtitkár, a közgyűlés által 3 évre választott 4 rendes tag, illetve a közgyűlés vonatkozó döntése esetén a tiszteletbeli elnök. A tervezet ezt követően a felügyelő testületről is rendelkezik. A törvényjavaslat megteremti a különféle tagozatok létrehozásának lehetőségét, amely szervezeti forma, a köztestületi munka alapegysége és a tagok kiválasztási folyamatában is irányadó. A tervezet rendelkezik továbbá a tisztségviselők, az elnökség tagjai és a tagozatvezetők tevékenységének alapvető szabályairól, valamint rendezi az akadémia vagyonára és gazdálkodására vonatkozó szabályokat is. Az akadémia pesti Vigadóban történő elhelyezési szándéka kiteljesíti azt a kulturális koncepciót, amely távlatilag a Magyar Művészetek Háza létrehozását célozza. Ugyanakkor az is világos, hogy a köztestület létrehozására vonatkozó jelentörvénytervezet előkészítése olyan súlyú kérdés, hogy indokolt önálló előterjesztésben különválasztani a Vigadó épületének további hasznosítási feladataitól. Fontos megjegyezni, hogy a Magyar Tudományos Akadémia keretei között 1992-ben megalakult Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia jelentőségében nem azonos súlyú a törvényjavaslatban meghatározott szervezethez képest. A tervezet mindazonáltal kifejezetten utal az akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia kapcsolatára. Az akadémia a közös érdekek mentén nyitott a Magyar Tudományos Akadémiával, illetve annak szervezetével való együttműködésre. A törvényjavaslat nem zárja ki továbbá más társadalmi szervezetben való közös tagságot sem, mint ahogy a Magyar Művészeti Akadémia jelenlegi taglistáját végignézve egyértelműen kiderül, hogy a tagok közül sokan más társadalmi szervezet tagja is egyben. A legtöbb európai országban van állami művészeti akadémia, ezért a Magyar Művészeti Akadémia törvényjavaslat elfogadása esetén egyfajta európai kompatibilitást is jelent, afelé törekszik. A Kulturális és Sajtóbizottság június 16-ai ülésén 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással általános vitára alkalmasnak találta az előttünk fekvő TÉPER 3485-ös törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. Megadom a szót Karácsony Gergelynek, aki a kisebbségi véleményt ismerteti. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ügyvezető elnök úr, valóban kisebbségi vélemény is elhangzott a Kultúrás Bizottság ülésén, ahol megtárgyaltuk a szóban forgó törvényjavaslatot. A kisebbségi vélemény nem azzal volt kapcsolatos, hogy a bizottság bármely jelenlévő tagja megkérdőjelezte volna azt, hogy szükség van-e Magyarországon kulturális területen valamilyen köztestületre. Senki nem kérdőjelezte meg azt, hogy egy ilyen típusú köztestület növelni a magyar nemzeti kultúra befolyását a magyar közéletben, és természetesen senki nem kérdőjelezte meg az új Művészeti Akadémia, illetve az annak előzményeként fölfogható egyesületben közreműködő, vagy ott szerepet vállaló művészek kiválóságát. A különvélemény elsősorban a jelenlegi törvénnyel, illetve az ahhoz vezető úttal kapcsolatos problémákkal függtek össze. Mint ahogy ez itt is elhangzott, hogy a Magyar Művészeti Akadémia már megjelent az alaptörvényben, anélkül, hogy ennek különösebb előzménye lehetett volna, tehát nem egy szerves fejlődés eredményeképpen került bele az új alaptörvényünkbe, hanem egy kicsit váratlan, sokakat meglepő módon. Ráadásul itt elhangzott felszólások egy kicsit békülékenyebb hangban mutatják be azt a folyamatot, ami sajnos nem volt ennyire egyértelműen pozitív, hiszen a Magyar Tudományos Akadémiának van egy általa létrehozott és vele társult intézménye, amit úgy Kosári Domokos MTA elnök úr kezdeményezése jött létre, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia. Az, hogy ennek az akadémiának a vezetői nem egészen úgy élték meg a történteket, mint ahogy itt elhangzott, tehát mintha valami fajta együttműködési lehetőség állna előttük, bár nyilván ez a lehetőség nincsen bezárva, de azért szeretném arra fölhívni a figyelmet, hogy Dobszai László elnök úr, illetve Ferenc Győző alelnök úr lemondott
az alaptörvény elfogadása kapcsán, mert úgy érezték, hogy méltatlan helyzetbe hozta őket az új alaptörvénybe, mint egy beemelt új művészeti akadémia. Különösen aggályosnak tartjuk azt, hogy a törvényjavaslat 30. paragrafusa, amely a Művészeti Akadémia megalakulásával kapcsolatos alakuló ülésnek a lehetséges tagjaival, illetve az alapító tagokkal kapcsolatos, az egyértelműen kijelenti, hogy csak a Magyar Nemzeti Művészeti Akadémia, Magyar Művészeti Akadémia Egyesület tagjai lehetnek azok, akik az első körben felvételt kaphatnak ebbe az új köztestületbe. Hát tulajdonképpen az történik, hogy egy létező, nagyon fontos és fontos célokat és értékeket megvalósító civil egyesület válik köztestületté, miközben a köztestületté válási folyamatnak már volt előzménye a Magyar Tudományos Akadémia által létrehozott társult intézményben. Tehát ez is egy lehetséges fejlődési út lett volna, hogy a Széchenyi Irodalmi Akadémiát fejlesztjük tovább egy önálló köztestületté, illetve még az is egy elképzelhető út lett volna, hogy a két kezdeményezést egymást nem kizáró módon jelenik meg a törvényalkotásban. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy vannak olyan kiváló művészek a magyar közéletben, amelyek mind a két testület tagjai, tehát egyfajta együttműködés tulajdonképpen már a személyes átfedések révén megvalósulhat, és természetesen semmi nem zárja ki azt, hogy a későbbi években, évtizedekben a Széchenyi Irodalmi Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia között valamilyen szerves fejlődés vagy kooperáció létrejöjjön, de a kezdet az sajnos inkább egy eléggé baljóslatú rivalizálást, egyfajta különböző szekértáboroknak az intézményesülését jelenti. Én azt gondolom, hogy magyar nemzeti kultúra egyfelől persze sokszínű, és ez így van jól, másfelől pedig azt gondolom, hogy mégiscsak van a magyar nemzeti kultúrának egyfajta egysége. És ezt az egységet, ez a fajta, az új köztestület nem biztos, hogy meg fogja tudni jeleníteni, éppen egyszerűen azért, mert azokat a különböző kulturális megosztottságokat, amik a magyar szellemi életben jelen vannak, ezeket lehet, hogy tovább fogja erősíteni azzal, hogy egy létező civil szervezetet, és nem egy már létező, ha nem is köztestület, de a Magyar Tudományos Akadémiának mégiscsak hivatalos társult intézményére alapozzuk ezt az új intézményt. Éppen ezért, hogyha szabad egy kicsit a kisebbségi vélemény előadói szerepből egy kicsit tovább lépve, mi egy olyan módosító javaslatot nyújtottunk be a tisztelt ház elé, amely lehetővé tenni azt, hogy a Magyar Művészeti Akadémia alakuló ülésén, illetve az alapító tagok közé a Széchenyi Irodalmi Művészeti Akadémia tagjainak is legyen lehetősége bekerülni, természetesen akkor, hogyha egyébként megfelelnek a törvény által pontosan, és azt gondolom, hogy alapvetően helyes irányban meghatározott törvényi kritériumoknak. Egy szó mint száz, attól félünk, hogy ez a javaslat nem a nemzeti kultúra egységét, hanem a megosztottságát fogja hosszú időkre meghatározni, éppen ezért nem tudjuk ezt a javaslatot támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. Semmi gond, az néhány szó, de az egy szó mint száznál féltem, hogy 100 szó lesz, és akkor lett volna a gond, de köszönöm képviselő úr a megértését. És most tisztelt országgyűlés, az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Elsőnként El Simon Lászlónak, a Fidesz képviselőjének. Öné a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszter, államtitkár, ügyvezető elnök úr. Mintha nem szólna a mikrofonomban, szól. Nem szól. Én hallom. Kicsúszol. Most hallani. Kezdem újra. Elnézést. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr, államtitkár, ügyvezető elnök úr. Megítélésem szerint egy rendkívül fontos törvényjavaslat fekszik a tisztelt ház előtt. A polgári kultúra egy sokszínű, struktúrált kulturális intézményrendszer fennmaradásában érdekelt, egymással mellé rendelő viszonyban levő, komplementer feladatokat ellátó szereplőkkel. A központi költségvetési szerveket, az elkülönített állami pénzalapokat, az önkormányzatokat, a köztestületeket, a köz- és a magánalapítványokat, a for-profit és a non-profit gazdasági társaságokat, az egyesületeket, az egyházakat, a társadalmi szervezeti formát nem öltő öntevékeny kutatás csoportokat egyaránt a kulturális tér szereplőjeként ismerjük el. Ez a néhány gondolat, tisztelt képviselőtársaim, a Fidesz választások előtt 2 évvel megjelent Minőség a kultúrában című programfizetéből vett idézet volt, amely programfizetnek Magyarország kulturális stratégiának alapjai volt a címe. Azért fontos ez a néhány gondolat,
azért kívánkozik ennek a törvényjavaslatnak a tárgyalás elé, mert mint azt az előbb miniszter úr expozéjából is hallhattuk, a most felállítandó köztestület a valóban sokszínű, gazdag és változatos, különböző jogi státuszokat felmutató szervezeti életnek egy meghatározó szervezete kíván lenni, tehát az a szervezet, amelyet ezzel a jogszabállyal felkívánunk állítani, ennek a kulturális életnek az egyik meghatározó szervezete kíván lenni. Ugyanakkor miniszter úr is azt fejtette ki expozéjában, hogy a törvényjavaslat maga már számos olyan garanciát hordoz magában, amely a köztestületi státusszal felruházott új szervezet mellett a többi magyarországi kulturális szervezetet is fontosnak tartja, és azoknak a jelentőségét mind a költségvetési támogatásokban, mind a kultúrpolitikában továbbra is figyelembe fogja venni, és ki fogja emelni. Tisztelt képviselőtársaim! A Magyarországgyűlésnek két évtizedes adóssága az, hogy köztestületi státusszal rendelkező művészeti szervezetet hozzon létre. Hiszen Magyarországon, valljuk be őszintén, a művészeti szervezeteknek a jelentős része valóban közfeladatokat lát el. Szükséges tehát egy olyan szervezetnek a fölállítása, amely törvényben rögzített jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezve a közfeladatainak jellegéből adódóan köztestületi formában működik. Hozzá kell tennünk azt is, hogy a köztestületi státusznak a megszerzése az elmúlt két évtizedben számos szervezetnek a programjában megjelent. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete hosszú évekig küzdött azért, hogy köztestület legyen. A Magyar Írószövetség alapszabályának preambulumában olvasható az, hogy célja az a szervezetnek, hogy köztestületi formát elérjen. Ugyanakkor valljuk be őszintén, hogy ebben a rendkívül változatos művészeti intézményrendszerben, ahol egy-egy szakterületre is párhuzamosan több szervezet jött létre, és ezek a szervezetek sokszor valamilyen esztétikai vagy politikai törésvonalak mentén szerveződtek, egyedüli jogos köztestületi státuszt csak egy akadémiai formában működő szervezet kaphat. Én, mikor az Írószövetség titkára voltam, akkor ugyan évekig küzdöttem azért, hogy köztestületi formában működhessünk, hogy a köztestületi forma egyfajta jogi és pénzügyi garanciát adjon a működésünknek. Ugyanakkor azt is láttam, hogy sem nekünk, mint Magyar Írószövetségnek, sem a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének nincs arra valós politikai lehetősége, hogy ezt a kimagasló státuszt megszerezze. Ez az előttünk fekvő törvényjavaslat ugyanakkor ezen szervezetek számára is fontos garanciális elemeket tartalmaz. Amit miniszter úr már kiemelt, hogy a törvényjavaslat a társult szervezeti státuszt vezeti be, ez meghatározó része ennek a törvényjavaslatnak, mert az a szakmai függetlenség, amelyet garantálni fogunk a törvény által a Magyar Művészet Akadémiának, és a hozzárendelt anyagi bázis, az egyúttal arra is lehetőséget teremt, hogy ezen anyagi bázison keresztül a társult szervezeteket is segítsük. Ezért stratégiai kérdés az, hogy mely szervezetek lehetnek majd, vagy lesznek majd a Magyar Művészeti Akadémia társult szervezetei. Én bízom abban, hogy a 200 fővel működő rendes tagság, illetve az akadémia rendes tagjaiből összeálló közgyűlés, az kellő figyelemmel és körültekintéssel fog azokra a magyar művészeti szervezetekre fókuszálni, amelyek az elmúlt években egyébként a saját köztestületi státuszuknak az eléréséért küzdöttek. Tisztelt képviselőtársaim! A Magyar Művészeti Akadémia törvényjavaslatban rögzített feladatai valóban olyan feladatok, amelyekről érdemes itt néhány szóban említést tennünk, és amelyek a Magyar Művészeti Akadémia keretein túlmutatóan is rendkívül fontos feladatok. Néhányat engedjenek meg, hogy kiemeljek ezen feladatok közül. Terveink szerint a Magyar Művészeti Akadémia elő fogja segíteni a magyar és egyetemes kultúra értékeinek érvényesülését, megóvását, új értékes alkotások megszületését. Figyelemmel kíséri a művészeti élet kérdéseit és meghatározó szellemi folyamatait, majd álláspontját, javaslatait a nyilvánosság elé tárja.
Itt ennél a feladatnál ki kell emelnem azt is, hogy nyilvánvalóan itt egyfajta szintetizáló feladat lesz ezelőtt a köztestület előtt, hiszen azt a sok-sok különböző esztétikai, szakmai, kritikai és politikai álláspontot, amely az egymás mellett párhuzamosan működő kisebb nagyobb szervezeteknél megjelenik, azt a Magyar Művészeti Akadémia keretei között lehet integrálni, és lehet az így kikristályosodó álláspontot a politikai döntéshozók és a nyilvánosság elé is tárni. A Magyar Művészeti Akadémia hozzájárul a magyar művészeti hagyomány gondozásához és közkincsétételéhez. Segíti a művészetoktatást és a művészképzést. Képviselőtársaimnak szeretném megjegyezni azt, hogy jövő hét hétfőn fogunk éppen szavazni az elmúlt két, illetve három hétben tárgyalt elődomisztikus törvényről. Annak a törvénynek is sarkalatos része a művészeti felsőoktatásnak, illetve a művészeti